Egy nyugodt éj. Gyere hát, gyermekünk, várnak erdők, vizek, adsz a csöpp kezed, hisz oly keserű a világ, meg sem értheted. W.B. Yeats, az ellopott gyermek. Imádkozz. Oh, bocsánat, köszönöm. Vinette, ne is kérdezz, sajnálom. Nem tudtam elszabadulni, és ezt a... Most fizetheted a bírságot. Szervusz, Dina. Klassz a kutyád. Elszúrtok? Későbbre vettek. Azt mondtam, meghalt nagyapád. Megint. Dina. Nagyon izgulsz? Jó kislány. Emlékszel, mit mondtam? Sose légy dühös. Ha olyasmit mondanak, ami rossz neked, megállsz szépen, és kifújod magad. Figyelj! Csak egyetlen egyszer kell ránézned, mikor rá kell mutatnod. Aztán csak el kell mondanod az igazságot. Mondj igazat. Ünnepélyesen esküszöl, hogy vallomásodban az igazságot, csakis az igazságot mondod, Isten úgy segélye. Tudod, hogy miért vagy itt? Dina? Igen. Igen? Igen. Ügyes vagy. Miért jöttünk el ide? Hogy a papáról beszéljek. A papád itt van? Igen. Megmutatnád nekünk, hogy ki a te papád? Kérem jegyzőkönyvezni, hogy a tanú azonosította. Dina, tudod, mi az, hogy igazat mondani? Igen. És mi az?
Elmondjuk, ami volt. Helyes. És hazudni? Nem azt, ami volt. Jó. Kinél laksz most? A nevelőhölgynél. És azelőtt? Papánál. Van mamád? Ő meghalt rákban. És azóta csak a papával laksz együtt? Alicia is ott lakik. Segít takarítani és ellátni papát. Mielőtt leültél, megígérted, hogy igazat mondasz, ugye? Igen. Igen. Dina, volt úgy, hogy egyedül voltál a papáddal, és történt valami? Tiltakozom, ködösít. Elfogadom. Történt valami az intim helyeken? Ez kérdés? A papád megérintette a tested intim részeit? Nagyon fontos, hogy válaszolj, érted? A tested intim részei, amiket fehér neműt akar, ugye érted? Igen. Igen, megérintette. Értem, mi az intim rész. Dina, tudom, hogy ez nehéz. De meg kell mondanod a bíró úrnak. A papád megérintett téged ott. Elfelejtettem. De emlékszel, hogy azt mondtad... Nem hiszem, hogy megérintett. Nem azt mondtad. Nem. Nem tett ilyet. Bíró úr, oda mehetek? Megengedi, hogy a rögzített vallomást... Késő, már megkezdte a vallomást. Nyilvánvaló, hogy az apa megfélemlíti a gyereket. Bíró úr, szüntessük meg az eljárást. A gyerek visszavonta a vallomását, tehát nincs ügy. Baromság! Elnézést. Ez tipikus túlalkalmazkodás. Itt egy korábbi vallomás, egy tanári feljelentés. Ez csak feltételezés. És egy házvezetőnő, aki rajta kapta. Ön is tudja, milyen nehéz felnőtt tanút szerezni egy ilyen ügyben. Ez az ügy egyértelmű. Ez az első ilyen ügye, nem igaz? Be akar etetni? Hagyják abba. Egyébként a kislány nélkül. Holnap délelőtt 10-kor folytatjuk. A gyerek talán belefáradt abba, hogy az ügyvédjére várjon. Köszönöm, uram. Holnap nem késem el. Örökké hálásak leszünk. Ez neked való ügy. 2 éves fiúcska. Az új férj vonzódik hozzá, az intenzíven van. Térden állva könyörgök, nyakig meg vagyok rakva, plusz itt ez a volkot. Egy csükk halott ügy. A házvezetőnő is kihátrált. A jó doktor talán csak fürdette a lányát. A francba. Hát ez nem igaz. Első szabály, bírósága ne üvölcs. A második... Ejtsd a reménytelen ügyeket, de ez egy jó ügy volt, te is tudod. Mit mondtál nemrég? Azt, hogy ezt elveszítjük, mint a pinty. Csezd meg, Félix! Fiam, vigyázz a szádra. Még nincs veszve minden. Felhívom Alicia-t. És Dinát helyre billentem. Ideje visszavonulni. Szállj ki. Micsoda? Vigye csak a perverz apja, hogy kedvére dughassa. 3. szabály, ne szeresd az áldozatot. Ő egy tanú, nem több, mégpedig szartanú. Ejtsd az ügyet. Csessze meg. Joey Amos. Vinetta! De jó, senki sem veszi fel. Micsoda? Betetted a kocsiba? Hogy tudott lelépni? Senki sem figyelt rá. Én nem mondtam, hogy ez a te hibád. Rosszul vagyok. Jó, most mit csináljuk? Ki a szart érdekel, hogy nem az én dolgom? Itt a gyerekről van szó. Akár halott is lehet, vagy rosszabb. Vacsora? Kösz, Russell. Hányni tudnék. Van egy kis pasta primavera. Ünnepelek. Talán megvesznek egy dalt. Ez komoly? Talán. Hát ez remek. Hát ez még nem egészen biztos, de ki tudja.
Akarod hallani? Persze. Gyere át később. Utálom a munkám. Tudom. Na jó, figyelj. De mondd meg őszintén. Módjával. Russell, te dugni akarsz? Csak ha te is szeretsz. Szeretlek. Mint egy testvért. Mint egy testvért. Ez nagyon romantikus. A családjaim vérfertőzésben élnek. Mennyei lehet. Jó, hogy van ilyen. Ide elfeddültél. Ez nem tetszik? Hol bujkálhat? Bíró úr, nem várhatnánk holnapig? Addig megtalálják. Üljön le! Mivel a tanú nem jelent meg, kérik az eljárás megszüntetését. Kérjük, bíró úr. Elfogadom, végeztünk. Ez nem tisztességes. Lényegében kiszolgáltatják a védtelen gyereket a kínzójának. Ez nem bizonyított, Miss Amos. Ezt nem engedhetem. Ha visszaadják ennek a szörnyeteknek, a sajtóhoz fordulok. Bíró úr, úgy tűnik az ügyvédnő tud valamit a gyerek hollétéről. Egyet mondhatok. Ahogy elnézem magukat, ez esetben meggondolnám, hogy elfecsegjem-e. Miss Amos, ez már csak nem felér a bíróság megsértésével. Kicsim, te mindent megtettél. Te, figyelj, ha megtalálják és évekig nem szerzi meg a gyámsági jogot. Az ügy menet néha nagyon lassú. Ébredj fel, Vinette, az ügyvédei már is rászálltak az ügyre, a polgármester a haverja. Aha, de a pornépnek is van fegyvere. Bízd ide, Joey. Itt tartjuk ezt a szegény gyereket a fellebbviteli tárgyalásig. A maga helyében már kint járgálnék a sötétben, és kivallatnék minden pedofilt a bírósági épület 10 mérföldes körzetében, hát nem érti? Csak azt nem mondja, hogy ez nem az én dolgom. Vissza, seggfej. Nem, nem maga. Leteszem, mert Mario Andretti a farkamon ül. Oh, felhívna? Érdekel itt valakit egy ember élet? A francba. Hol a lányom? Bárcsak tudnám, doktor Volkot. Mert akkor maga börtönben ülne. Lecsukhatnám azért, mert követett. Nem gondolja, hogy épp eleget tett már ellenem? Szerintem tudja, hol van a lányom. Talán abban a téveszmében él, hogy megvédi. A rendőrség figyeli magát. Kezet ne emeljen rám. Tényleg? Eszemben sincs magához érni. Persze. Jobban szereti a kislányokat.
Van gyereke? Családja? Tudja, hogy mit éreztem én? A hazugságok, vádak, és most eltűnt. Nem tud semmit. Semmit sem tud, és elképesztő pivassággal elvenne tőlem valamit, ami az enyém, valami nagyon értékeset. Ez lenne Dina? Valami? Nézze, hogy Dina mi? Nem tartozik magára. Ő az enyém. Ez magának nem hazai pálya, Miss Amos. Meg kell találnia. Gyorsan. Sértetlenül. Ezt meg kell tennie. Mr. Volkott. Ez nem az én dolgom. Tűnjön innen, mert bezáratom oda, ahová való. Hogy micsoda seggfej vagyok? Tudja, hol lakom. Russell, nem tudtál ellenállni a házi munkának? Rendben tartanám a házat, ha itt maradhatnék. Jól takarítok. Ez igaz. Főzni is tudok. Ne küldjön vissza. Csináld, apa. Készpénz lesz. Van kajája? Csak cigi. Mondom, kaja. Csak cigi van. És hol van itt kaja? A gépben, a WC-nél.
Nem láttak egy kislányt? Nem. Jézusom. Nem látta azt a kislányt a kocsimból? Á. Istenem. Dina! Úristen. A lakókocsi. Baszott, de megijedtem. Nem szabad ilyet mondani. Eszünk végre. A tárcám. Bassza meg. Mondtam, hogy ez csúnya szó. Bocsáss meg. A tárcámat ellopta egy nyelvpiercinges tetű. Egy lopott gyereket pátyolgatok, és nincs pénzem. Felment a pumpa, érted? Finom? Nem túl tápláló vacsora egy gyereknek. Hánynom kell. Minden rendben? Igen, biztos úr. Csak egy kicsit elaludtam. Semmi baj. Biztos? Igen. Köszönöm. Szevasz, Mike. Joey? Nem álmodom. Jaj. Maradhatok? Csak ma éjjel. Tudom, hogy késő van. Dehogy. Hisz csupán 15 éve hagytad ott a nővéredet. Most ne. Nem maradok. Semmi baj. Jaj, a francba, ne bőgj már. Nem bőgök. Ő a tied? Ó, a szomszédom gyereke Russell. Vagyis Russell a szomszéd, ő pedig Mary. Úton vagyok, San Franciscóba, Szabira. A mamája ott él, amolyan közös gyámság. Gondoltam, elhozom, így nem leszek egyedül. Nem igaz? Nem hoztad el a kutyámat. A francba. Nem duzzogok. Rohadtul vagyok. Hol vagy? Mintha holdról beszélnél. Hulla vagyok. Most megyek az orvoshoz, szóval átveszed az ügyeimet? Nagy itt a herevere. Siess vissza, vagy adakta teszem mindet. Félix, mi hír Dina Volkotról? Add fel végre, ez az ügyészség nem gyermekmegőrző. Meddig vagy beteg? Még meg nem gyógyulok. Majd hívlak. Dina! Menj szépen játszani! Nem akarok. Koszos leszek, és nincs más ruhám. Tedd, amit mondok! Szevasz! Szevasz! Isabel! Hoztam valamit. Biztos örül neki. Panaszkodtak a bűz miatt a lakókocsisok. Az öreg Bab Elbert bűzlött. Vagy egy hete halott. És nézd, mit találtunk nála. Kifelé. Ó, oh, mi csak, Lucy. Annyira hiányoztál. Tessék. Köszönöm. Megismered Joey-t, a húgomat?
Persze. Hogy ismerne meg? Régen elmentem, akkor még kölyök voltam. Hát, jól megnőtt. Igen. Hú, hát akkor megyek mosogatni. Már megvan. Jobban vagy? Kösz. Találd ki, kiloptál. Bob Elbert. Tudtam, hogy egy lakókocsi patkány volt. Kiment a fejedből? Egy ilyet vettél el. Segíts megfejni. Szegény majd szétrobban. Sebész vagyok. Az enyém volt Amerika legjobb szívsebészeti központja. Életek ezreit mentettem meg. Az irodámból vittek el. Ott vártak a betegek. A rendőrök megbilincselbe vezettek el. Amit felépítettem, lerombolták. Így nem. Elnézést, de ne térjünk el a lényektől. A lánya bárhol lehet. Gyorsan kell lépnünk. Nem bánja? De. Biztos, hogy a nő volt. Elpárolgott. Ellenőrizzük a környezetét, a családját, a hitelkártyáját, telefonját. Törvényes ez? Eredménye lesz, és valószínűleg ezért hívott. A lányát akarja. A törvény sem tisztelt engem. Jó, az embereim... Egyedül dolgozik. Doktor úr, a rendőrség azért nem megy itt semmire, mert egy embert állított rá. A pasasnak 50 ügye van. Én nem akarom ezt a mondva csinált ügyet publikálni. Tegye a dolgát, találja meg. De kérem, csak diszkréten. Ez egyedül nem megy. Tegyen kivételt. Bőkező leszek, Mr. Gold. Kedves Artie. Semmi sem drága. A kislányon van valami heg vagy anyajegy? Csak megtanultál főzni. Emlékszel a mélyhűtött csirkékre? Már kinőtt tőlük a tollam is. Úgy tűnik, a károsodás nem maradandó. Mindketten büszkék vagyunk rád. Jól néz ki. Én mosogatok. Majd Méri segít. Hozd be a csomagokat. Isabel, nem maradhat... Indulj! Az istenit! Hiányzott a húgom. Vinetta, kérlek, nyugodj meg! Csak nem mész őrre dr. Leonard Wolcott-tal. Még mindig reszketek tőle, és ezzel hívsz fel? Te megőrültél! Még ma visszahozod azt a kölköt. Vinetta, figyelj, van egy tervem. Nem, Joey. Azt végigcsináljuk. Sajnálom, de nem megy. Megkapta a felügyeleti jogot. Ne. Úristen. Sajnálom. Anyám lelkére esküszöm, nem tudom, hogy csinálta. Na jó. A francba. Ezt át kell gondolnom. Visszahívlak. Miért nem használod a bentit? Távolsági volt. Bunkóság lenne. Akarsz valamit? Meddig maradsz nálunk? Eleged van belőlem? Attól függ. Ne csináld. A nővérem férje vagy. Mikor a barátja voltam, nem zavart? Megváltoztam. Felnőttem. Nem változtál meg. Jobb vagy. Régen élvezted. 14 éves voltam. Azonnal szállj ki a kocsiból. Szórakozhatnánk. Meg tudnálak lepni. Mit gondolsz, miért szöktem el? Mitől menekültem? Akkor csak menekülj tovább! Nálam nincs helyed.
Megsérültél? Dina! Jól vagyok. Azt hiszem. Mindjárt jövök. Maradj itt! Remek. Bújj le és takarózz be. Nem kell félned, csak csináld már! Szevasz! Szia! A városi lány. És a kanyargós vidéki utak. Amik jól karban vannak tartva. Ja. Hová vigyelek? Majd visszasétálok, ne fáradj. Mi lesz a kocsival? Reggel felhívom az autóklubot. Szívesen gyalogolok. Friss a levegő. Vigyázz! És az út szélén mű. Jó éjszakát! Mi lesz, ha megfázom idekint? Tudod, mit kell csinálni? Kidoblak és szerzek másik gyereket. Ugye még sohasem viselted gondját gyereknek? Válogatós lettél? A mamád a gondodat viselt a gyerekkorodban? Gyorsabban haladunk, ha a gyaloglásra koncentrálsz. Felhívtam Mike-ot. Azt mondta, összevesztél a nővéreddel. És nem jössz vissza. Tényleg? Egyébként nem gondoltam, hogy a kicsit az árokban hagyod. Na jó szemed van. Ez a munkám. A város 6 mérföldnyire van. Nem voltam egészen őszinte. Nem. Menekülünk. A férjemmel válunk. Mindketten harcolunk Méri felügyeletéért. Tudod, ronda ügyek ezek. Te nős vagy? Már nem. Ó. Szóval... az ex-férjem enyhén szólva megszállott. Inkább távol tartom, de csak a tárgyalásig. Na és te, Méri, mit gondolsz erről? Álmos vagyok. Csak tegyél ki minket a fogadónál. Ismered? Sajnos igen. Nézd, Hayes. Nagyon hálás lennék, ha elfelejtenél minket. Ez nem egészen törvényes. Elég lesz az. Távolról sem. Akkor hova megyünk? Majd kitalálunk valamit, ne búsulj. Aludj jól. Alicia. Gombolkozz ki. Fáradt vagyok.
elmehetsz. Russell, ne kérdezz tőlem semmit. Az emeleti szekrényben van egy kitömött kutya, hozd el. Hívd fel, csönges hármat, tedd le és hívj újra. Ha szeretsz, nem kérdezel semmit. Jó reggelt! Gyere haza, kicsim, fogadj szót. Majd, ha tehetem. Légy szíves, kérj az ügyészségtől sürgősségi védelmet. Mondd, hogy új információnk van, találj ki valamit. Akármit csak szerezd meg. Hívj fel, csenges kétszer és hívj újra. Felveszem. Gyere. Félix ex-kandidot kérem. Hogy van az ügyfél? Szórakozol velem? Talán. De talán letartóztatási parancsot kérünk ellened. Mit szólsz? Na jó, szevasz. Várj! Majd be, hogy nálad van. Ha azonnal visszahozod, esetleg megúszhatnád felfüggesztettel. Nem értelek, én beteg vagyok. Egyébként, ha nálam lenne, de nincs. Nem létezik szükséges védelem? Megúvom a fenyegető veszélytől. Joy, bírósági védelem alatt állt, amikor eltűnt. Ez emberrablás. 9 év, ugrott a karriered. Ne légy ennyire hülye. Megvan. Bevérted? Vele beszéltél? Nem, Barstowból keletre megy. Majd ott elcsípik. Használta a hitelkártyáját. 6-szor is. Mikor gyerek voltál, itt laktál? Igen. Megy még busz innen Salinasba? Halló? Nem látja, hogy süket vagyok? Mama szerint a reggeli a legfontosabb étkezés. Lehet, hogy délben reggelizünk. De mama szerint a reggeli a... De nem vagyok a mamád. Russell. Vinetta. Szia! Jó reggelt! Salinasba csak holnap megy busz. De van egy kis időm. Szerintem sok is. Ugorj fel. Várj csak. Vigyázok rád, akármi lesz. Ez biztos. Menj hátra! Gyerünk, Roger! Indulás! Semmi baj, Roger. Kicsit csalódtam benned, Hayes. Miért? Nem tudom. Mindig azt hittem, nagy menő vagy. Ösztöndíjas voltál a Stanfordon. És most? Ott tanultam, de visszajöttem. És miért? Nagy pénz, izgi munka. Ah. Erre még nem jártam. Nem. Kapaszkodj. Ez egy rövidebb út Salinasba? Gyertek. A francba. Mi az, amit nem tudsz?
hogy miért nem mondasz el mindent, mielőtt emberrablóként körözni kezdenek. Tudod, Russell, én és a társam együtt dolgozunk Joy-jal, és aggódunk. Szerintünk kicsit zavart, és azt hiszi, hogy ezzel jót tesz annak a gyereknek. Tudod, hogy oda van a munkájáért? Akik keresik, azok tojnak erre. Húzzuk ki együtt a bajból. Előzzük meg őket. Nem tudom. Tudod, hogy mennyit kaphatsz, ha a hatóság előtt bizonyítékot titkolsz el egy bűnügyi nyomozás során? Mondom, hogy nem tudok semmit. Ő csak azt mondta, hívjam a mobilján, ha megvan a kutya. Hazudik! Miért fedez egy emberrablót? Megvan a mobil száma. Felhívtuk, de nem vette fel. Ha? Na, megmagyarázná, hogy miért nem? Ha? Ha várta a hívását, miért nem vette fel? Hülye kis hazug. Nem tudom. Talán lemerült a mobilja. Raz, bocsáss meg a haveromnak. Nagyon aggódik érte, teljesen belebetegedett. Ha jelentkezik, azonnal hívj. Jó? Joy nem tett semmi rosszat. Nem olyan ember. Nyugodj meg! Semmi baj. Még beszélünk. Tudja, ha jó benyomást kelt, hajlamosabbak együttműködni. Hazudik, mint a vízfolyás. Lehet. Ha megvan, amit akar, tőlem bemoshat neki. Gyerünk, Joy. Vedd fel. Ha a rendszer olyan bonyolult, hogy nem védhet meg egy gyereket, akkor nem működik. Ez kényszerű polgári engedetlenség. Nincs igazam? A tárgyalótermek réme lehetsz. Igen. A főnököm szerint fantasztikus ügyvéd lesz belőlem. Vagyis lehetett volna. De mit tehettem volna? Mondtam volna, hogy milyen klassz lesz a saját ágyában aludni. Még ha utálja is. Nem olyan rossz, amit csinál vele? Nem küldhettem vissza. Mit akarsz tenni? Tud egyet smást. Ha hajlandó lenne beszélni, ha bizonyítékom lenne... Megvonnák a gyámság. Mi az, hogy? De azonnal! Akárkivel golfozik. Roger! Gyerünk! Letartóztatsz? Nem. Azt akarod, hogy kövessünk? Segítsek? Nem, köszönöm. Dina, a nyakamba vegyelek? Nem, köszönöm. Kösz majd én. Nem sokat jártál a hegyekben, mi? Minek az? És mit csináltál? Tévét néztem, vitatkoztam. Fogd meg a kutyát! Fogd meg és ne fuss el! Kérem, Dino! Figyelj, jól figyelj! Most pedig lengesd a kezedet, ahogy én, integess. Csak könnyedén. Menj, szépségem, menj el. Semmi dolgunk veled, csak sétálunk. Yeah.
Ügyes vagy. Hogy érzed magad? Jól. Jól vagy? Remekül. Mi a franc ez? Nőstény puma. Folyton káromkodsz? Csezd meg! Miért nem lőtted le? Örülj, hogy láthattad. Örüljek? Ha még egyszer ilyen mázlid lesz, fontos, hogy ne fuss el, mert azt hiszi, préda vagy. Mi az a préda? Valami finomság, amit üldözhet, amire lecsaphat, mint otthon a kis cicát, ha van. Nem tartatok állatokat. Piszkosak. Ide figyelj. Roger, a te kutyád lehet egy darabig. Távol tartja az anyapumát. Lehet, hogy piszkos, de szeret téged. Rendben. Lehet, hogy megküldetem. Persze. Imádni fogja. Figyelj, látod azt a hintát? Ha azt látod, tudod, hogy otthon vagy. Ez több mint 100 éve a családé. A nagyapám művelte meg utoljára. A városban már elfelejtette ezt a helyet, aki ismerte. Egy darabig, azt hiszem, biztonságban lesztek. Egy rendőr bújtat minket. Írtó nagy szarba keveredhetsz. Valószínűleg. Kitakarítom a házat. Jó szobatárs vagy. Jól meglesztek? Remekül. Miért kérdezgeted? Honnan tudom, hogy jössz? Bíznod kell bennem. Kérem a pisztolyt. Minek? Meg kell védenem. Nem fogom használni. Nekem is bíznod kell bennem. Csak a biztonság kedvéért kell. Tudod, hogy ezzel törvényt szegek? Ezt a buckát már elhagytuk. Hidd el, semmi baj nem lesz. Vigyázz vele. Rogernek nem utogasd, utálja. Olaj és halálszagú. Túl sokat tévézel. Nem öltél vele? Én megtenném. Azt hiszem, engem most nagyon átvertek. Ha az apja idejön, jobb, ha végrendelkezik. Joey Amos. Nem tudom, hogy felejthettelek el. Te félsz? Nem. Én sem. Tudja, mi a szomorú, Mr. Gold? Még ha kiderül is, hogy ártatlan vagyok. A kár már megtörtént. Nem élhetünk úgy, mint mások.
milyen lehet a kapcsolatunk. Nem szabad megfürdetnem, megcsókolnom. Hogy szerethetem, mikor... Hiszen tudja, milyenek az emberek. Jó, lehet, hogy nem csinálta azt, amit mondanak, de hát... Nem zörög a haraszt. A francba! Mi az? Mit csinálsz? Kefét kerestem. Tessék, vedd csak el. Most hova mész? Rogernak kell. A kefémmel akarod megfésülni a kutyát? Utána lemosom neked. Inkább kérd el a saját keféjét. Mondtam már, hogy utána lemosom. Nem tudom, mi bajod van. Úgy is rendetlen lány vagy. A ruháidat eldobálod, mindenet szanaszét, rendetlen lány vagy. Köszönöm, Miss Pedantéria. Mi van? Már nem kell. Vidd csak, csinálj Rogerből tüneményt. Nem mozdulj. Maradj itt. Tudtam, hogy baj van. Nem tanácsolnám, hogy ne működj együtt a rendőrökkel. De a látszat néha megtévesztő. Szevasz! Ja. Meglett a kecske, most mi van? Megint betörtél valahova? Hm? Jó, ha tudjátok, hogy terménytolvajok járnak erre. Á, másodkezi őstermelők. Majd odafigyelünk. Köszönjük. Szevasztok. Mit akart tőlünk? Hát, megmondta. Azok miatt hetente járhatna ide. Isabel. Francba, Dina, ne csináld ezt! Mindig mondd meg, hová mész, megértetted? Igen. Jól van. Együtt kell működnünk, érted? Egy csapat vagyunk. Segítsünk egymásnak. Mint egy család. A normális családokban ez így megy. Azt hiszem. Megcsináltam. Gyere! Meglökjelek? Na jó. Elhalasztjuk, jó? Éhes vagyok. A feltört tojásokon kívül mink van? Két zsemle és két narancs. Elemek. Én nem szeretem azt a barna ízét a szélén. Az vas. Olyan, mint a vitamin. Nem eszem meg. Jó. Nem főzök.
Szevasz, Roger! Szia! Szia! Minden rendben? Kafa. Elértél valamit? Szóra bírtad? Ja, remekül haladunk. Jó. Ne aggódj, azt hiszik, Tucsonban vagytok. Gyere, gyere! Honnan tudod? Felhívtam őket. Mi? A Los Angeles-i rendőrség szerint a vizakártyáddal garázdálkodsz Arizona szerte. Felhívtad őket? Tisztáztam a dolgokat. Ez nagyszerű. Dina! Mit csinálsz? Eltűzök innen. Joey! Várj! Pont benned bízzak, ha? Azt várhatod. Most félsz? Nem, nem félek. Ezt elcsesztem és elszállt az agyam. Nagyon félsz. Nem félek. De félek. Ki ne félne? Olyan ember nincs. Kérlek, ne csináld. Jó. Hoztam kaját. Legalább azt tudja, hogy éle még? Tud bármit is? Arizona kiesik, és Új-Mexikó is. Ezt honnan tudja? Valaki dőzsöl a hitelkártyájával. Ő túl okos ehhez. Állami jogi egyetem. Okos, ugyan. Szánalmas kis élet. Oh. Nézd csak! A család. Itt keressük. Csinálja. Elegem van magukból. Nem jön velem? Vigye a szemetjét is. Majd jelentkezem. Ülj le ide. Nem. De. Mindig engedelmeskedsz, ugye? Nem tudom. Hát persze. Tökéletes akarsz lenni. Megértem, miért igyekszel ennyire. De tudnod kell, hogy senki, talán én különösen nem, de senki sem az. De tudod mit? Te több vagy, mint tökéletes. Bátor vagy. Félelmetes, szörnyű dolgok történtek veled. De te túlélted, és klassz, erős kislány lettél. Isten bizony, mondom. Ha megtalálnak,
börtönbe csuknak. Nem csináltál semmit. Féltem. A bíróságon. Hazudtam. Egy gyerek sosem kerül börtönbe, mert fél. Mit ígértem neked? Hogy megvédsz engem. Igen. És ezt komolyan mondtam. Ó. Joe. Tessék. Sajnálom. Én is. Bár ne vállaltál volna el. Dehogy. Akarod, hogy befonjam a hajad? A cofa kedvencem. Tényleg? Nekem is. Nézzük, hogy megy ez. Azt hiszem, nem lesz jó. Küzdünk. Au. Már vacsoráztál. Miért nem eszel? Megvárom Hayst. Így illik. Oh. Semmi baj, nem számít. Megvárom. Kösz a tippet. Kész a madár. Szállítom. Tessék. Ma figyelt engem. Ki? Az a puma. Csak ez hiányzott. Remélem, most nincs itt. Sosem lehet tudni. Megbújhat a fa mögött, vagy ott a bokorban. A csirkémet nem kapja meg. Nem osztozom. Az indiánok szent állata volt. Koeisto, Isten macskája. Imádkoztak hozzá vadászat előtt. Tényleg? Népszerű tudományos kurzus volt Stanfordban. Jaj, te vicces. Hátborzongatóak, titokzatos bestiák. Mágikusak? Aha. Nem fogtok megijeszteni, srácok. Roger majd megvéd minket. Az a puma szeret minket. Még szerencse. Ssss! Hé! Tina? Te morogtál? No, nem vicces. Bocs. Mi az értek? Vigyázz, lakókocsi patkányt ölelgetsz. Egész jó érzés. Le akarsz fektetni? Csak így felajánkozol? Igen, de becsaplak. Jó ét. Jól vagy? Remekül. Biztos? Eltűnnél végre? Jézusom, Joey, téged tényleg be kéne csukni. Kurva életbe. Micsoda trutyi van a füled mögött. A mamám azt mondta, hogy krumpli nő a fülemben. Mi? Ez vicc.
Hiányzik a mamád? Már alig emlékszem rá. Neki is hiányzik. Talán ezért akarja, hogy én legyek ő. Igen, lehet. Mikor azt csinálja velem, egyszerűen elrepülök. Gondolatban messze járok. Azt mondja, jó vagyok, ha ilyen boldoggá teszem. De mikor csinálja, szeretném, ha hallá változna. Hallá? Én meg pillangóvá, hogy elrepüljek meghalni. Egyszer ezek a rossz emlékek elhalványodnak. Képzeld, ha elvágod ezt az eret, a vér, ami benned van, olyan erősen ömlik, hogy nem fáj, és meghalsz. Olyan nyugodt vagy, mintha aludnál, de nem álmodsz semmit. Ó, Dina. Magasabbra. Biztos? Igen. Magasabbra. Rendben. Magasabbra. Igenis, hölgyem. Minden kockára tettél? Miért? Az öregem néha megbolondult. Éjszaka ilyenkor hallottam anyám sikolyait. Nem előttem csinálta. Ő volt a bíró. Az egész város tisztelte. Tudta, hogy üsse meg, hogy ne látszom. Azokon az éjszakákon bedugtam a fülemet. A fejemre húztam a takarót, és nem védtem meg. De megtanultam a leckét. Egy férfi lehet tekintélyes, bölcs és a közösség hasznos tagja, de a szívében lehet egy sötét hely. Mikor megláttalak titeket, rögtön tudtam, most nem futhatok el. Tudod mit? Egy ilyen napon, ilyen helyen, mintha a világból eltűnt volna a rossz. Thank you.
Tökéletes. Bárcsak igazi család lennénk, és mindig együtt élnénk. Nem igaz? Már nincs a nővérénél, de a környéken van. Igen, ez biztos. De mondja csak, mi lenne, ha előkerülne valami, és egyszerre lényegtelen lenne, hogy megkerül-e a gyerek, csak elméletileg? Ez elméletileg hülyeség. Valami, ez... ami talán... kompromittálja. Mondjuk fényképek. Én nem tudom, miket álmodott össze, hogy milyen méresű. Ez nagyon jó kérdés. Elgondolkodtató. Megbíztam magában. Csak azt mondhatom, hogy ezzel hatalmas hiba visszaélni. Hiszen tudnia kell, hogy sok-sok aggódó barátom átsegít a nehézségeken. Értem. Helyes. Felejts el ezt az elméleti üzletet, és tegye a dolgát. Alicia! Alicia, hol bújkálsz? Aidney. Roger? Tudod, Dina, még ha nem is lehetünk, mindig együtt. Joey, én és Roger a családod vagyunk. És ez szabad? Hát persze, hisz sokféle család van. Ugye? Hogyne. Hát jó. Ez az. Miss Day, nem tett meg semmit, amit kértem. Ki mondta meg a címem? Várjon! Ki mondta, hogy bejöhet ide? Az ígérete ellenére segített távol tartani tőlem Dinát. Beszélnem kell a barátnőjével, maga pedig megmondja nekem, hol érem el. Nem tudom. Menjen el innen, doktor Volkott. Maga beszélt vele? Hogyan? Menjen innen, vagy hívom a... Milyen különös a kezeim... Mondja meg, hol érem el. Kifelé. Tegye le a babát. Nem teszem én le. Én tegyem le, vagy leteszi. Zuhany. Eddig eltitkoltad. Két csengés. Vinetta. Joey! Telefon! Két csengés! Ez Vinetta! Joey!
nagyon-nagyon megbántottál. Én nem akartam. Mondtam, hogy a dolog maradjon köztünk. Ez a mi titkunk, igaz? Igen. Elárultad. Megbocsájtok neked, de tényleg, őszintén. Csak segítened kell. Kicsim, te az én drága kislányom vagy. Életet adtam neked. És ezért az enyém maradsz örökre. Érted? Dina. Törvényt sértettetek. A rendőrség nagyon-nagyon dühös rád és Joyra. Ha előttem találnak rátok, lelőnek titeket. Meghaltok. A mamát már elveszítettem, téged nem akarlak elveszíteni. Ugye érted, kicsim? Igen. Nézd, ha nem akarsz most hazajönni hozzám, nagyon fáj, de legyen, ahogy akarod. De tudnom kell, hogy hol vagy. Nem tudom. Dina! Bemérte? Nagyon közel vagyunk. Hogy érte el, hogy felvegye? Mennyire közel? Hívom a rendőrséget, hogy fogják el. Nem, előbb kell odaérnünk. Minden rendben. Persze. Jön a papa. Nem talál meg. Elmondtam a hintát és a patakot. Mi? És tudott helyszínről, Rogerről és a rendőrkocsiról. Kétszer csengetett. Azt hittem Vinetta. És nem találtalak. Bocsáss meg. Azt mondta, rossz vagyok. És ha elmondom neked, meg kell ölnie. Nem, nem vagy rossz. Ehhez nincs joga. Vedd fel. Ó, kérlek, vedd fel. Ne félj, semmi baj. Gyerünk, Arthur! Mi az? Jézusom! Gyerünk, munkára! Nem. Nem, ez így nem jó. Nem tudom, hol van. De én igen. Mike barátom elmondta, ahogy magának is, hadnagy úr. Sajnálom. Én kiszállok. Felbéreltem magát. Teszi a dolgát, vagy nem kap munkát. Könnyenben vonhatják az engedélyét. Rendőrként intézkedik, bizonyítékot lop. És mi van még? Sajnálom. Ez ígéret. Viszlát, Ebi halak.
Uramisten! Lője már! De hogy is nézze! Eredülsz! Roger! Minek a fegyver? Gyerünk! Nem támadott volna, ha nem fogja rá. Minek a fegyver? Kit akar lelőni? A Dillis ügyvédet? A sheriffet? A lányát? Jézusom! Mit keresek én itt? Gold! Fényképeket említett. Elméletileg. Elméletileg hol vannak? Hogy most? Hát... valószínűleg... ügyésznél. Gondoltam, megzsarolom, de nem mocskolom be a kezem szarral. Ugyan már, ezt olyan ember mondja, aki más szemetéből él. Igen. Több szemétnek dolgoztam, mint kellett volna. De mondok valamit. Olyannak nem, aki azért öl, hogy a saját lányát dughassa. Hol vannak? Jól van. Ó, maga győzött. Ott van a vízesés nagy sziklákkal. Mit fogsz csinálni? Elcsalom. Messze tőled. Nem megyek nélküled. Dina, te vagy a legbátrabb lány, akit ismerek. Össze kell szedned magad. Nyugodj meg, csss. Mint a puma? Igen. Amint lehet, visszajövök, érted, hallod? Most szaladj! Fuss, ahogy csak tudsz! Jézusom, nyugi, ne légy hülye. Ezerszer hívtalak! Itt volt két rendőr. Mike beszélt nekik nagyapád régi tanyájáról. Esküszöm, nem tudom honnan... Hayes, várj! Hayes! Várj! Van itt valami! Várj! Szia, kocok! Te lőtted le Rogert. Szóval itt vagy. Egyedül. Nem viselik gondoda? De igen. De hogyan? Vizes vagy. A ruhád koszos. Akár egy kis vadócnak. Na gyere. Nem megyek el veled. Már van egy új családom. Ha ezt mondta neked, hazudott. Csak én vagyok a családod. És senki sem szerethet úgy, ahogy én.
Gyere apához. Én már nem félek tőled. Ne dühíts, pocok. Tudod, mi történik akkor? Igen. Gyere, drágám. Jó kislány. Hozzá ne érjen! Tegye a kezét. A feje mögé. Ne mondja. Álljon meg. Igen. Álljak meg. Álljon meg. Álljon meg! Ide akart célozni? Ez a nyaki ütőér. 2 másodperc, és meghal az agy. Majd a szív. Rajta. Akkor nem kapja meg. Gyere, pocok! Nem tudom, mit csináljak. Rohanj el innen! Dina! Lelövöm! Ez biztos! Mus! Veszített. Semmi baj. Tegye le a fegyver, doktor Volkott. Mindenkit lelő? Ne közelítsen, sheriff! Vagy minek hívja magát? Vagy esküszöm, szétkenem az egész bandát az erdőben. A lányomat akarom! De ne így, kérem! Nézze, retteg magától! Hála magának! Engedje el! Ugyan miért tenném? Mindenképp elveszíti. Ez nem fegyver. Rosszabb. Honnan van ez? Gold adta Joy nővérének. Nem akarja, hogy Dinát bántsa. Egyikünk sem akarja. Egy rohadt fegyver! Vallomásodban az igazat, csak is az igazat mondod. Isten úgy segéljen? Igen. Tudod, mi a különbség az igazság és a hazugság között? Igen. Mi a hazugság?
Hazudtam. Apának volt egy csúnya titka. Korábban, mikor idejöttem, féltem elmondani, hogy játszott a nemi szervemmel, és hogy bántott. Megígértette, hogy nem mondom el. Nem akart ebből problémát. De Joey szerint nem volt joga ezt csinálni. Ő nem rabolt el, segített nekem. Nem szabad ezért börtönbe zárni. Ő csak meg akart engem menteni. Mert ő tényleg szeret engem. Repülj! Magyar hangok. Gubás Gabi, Selmeci Roland, Hász van der Péter, Pálfai Péter, F. Nagy Zoltán, Takács Andrea, Bognár Gyöngyvér, Varga Tamás, Molnár Levente, Kardos Gábor, Víg Ferenc, Tolmács Márta. Magyar szöveg Miklósi Marian, hangmérnök Fék György, vágó Simkó Ferenc, gyártásvezető Gelencsér Adrien, szinkronrendező Bezsőfi Rajz Katalin. A szinkront a Jasmine River Kft. Megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.